tartozok, ezekbe a család segítő szolgálat folyamatosan kapja a segítséget és az adományokat a tiszatavi keresztény polgári körtől. Az elmúlt években is nagyon sok olyan lehetőséget, adományt, segítséget kaptunk, amely a rászorulóknak, a karcagon élőknek nyújt további lehetőséget. A mai adomány elsősorban a családokat támogatja, hiszen olyan tápszereket, olyan ruhákat, ruhaneműket kaptunk, amely a kisgyermekes családoknak nyújt további segítséget. Az adományokat a családsegítő szolgálat vette át. Itt kerültek elhelyezésre is, hiszen itt jelentkeznek elsősorban azok az igények, amelyek azoknak a rászorulóknak adhatnak hasonló ellátást, tehát ezeket a tápszereket, játékokat, gyermek ruházatot, illetve olyan egyéb bútor lehetőségeket, akár gyermeküléseket, hiszen ilyenek is voltak a mai adományban, amely valóban a gyermekneveléshez nyújtanak segítséget. Tehát itt kell jelentkezni a családsegítő központban, itt lehet ezeket az igényeket, felszereléseket, ruházatot igényelni, és természetesen majd át is venni a szakemberektől. Fodor Gusztáv nem első alkalommal hozott már Karcagra adományt. Most a gyermekes családokra gondoltak, amikor összeállították a szállítmányt, amely több országból érkezett. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt év a tiszatavi keresztény polgári körnek a támogatóit nagyon megmozgatta, és örülök annak is, hogy 2023-ra is mindenki, a németországi, magyarországi és hollandi támogatók megígérték, hogy szeretnék továbbra is támogatni az alapítványunkat, hiszen az elmúlt évnek a nagyon-nagyon nehéz időszakaiban talpon maradtunk, és ez nagyon tetszett nekik. Ez a támogatás, ennek egy része Hollandiából érkezett, a másik része egy magyarországi nagy cég felajánlása, és a harmadik része pedig Németországból jött, egy németországi lovagrendnek az adománya volt. Ennek az adománynak az értéke nagyjából egy olyan 1,5-2 millió forint érték. Karcagi családok mellett több településre is jut még a napokban az adományokból, ígérte a lelkész. Nem csak Karcagra hoztunk támogatást, az elmúlt hetekben legalább 8 településre vittünk. Karcag nekünk nagyon fontos, a nagykunságnak a szíve, nagyon jó, szeretünk itt lenni Karcagon, és igazából ez egy nagyon, nagyon széles terítés. Körülbelül a segélyeinknek egy ilyen 15%-át osztottuk még csak szét, úgyhogy ha jól számolom, a nagykunságban legalább még egy 20 településre el fogunk jutni ezzel a támogatással, de a támogatásoknak egy részét szeretnénk Ukrajnába is eljuttatni. A félszemünk ott van Ukrajnán, a félszemünk ott van a Kárpátalja Magyarságon, ahol Ady Endrének a szavai szerint sírás hallatszik a Verecke mellett, és nagyon szeretnénk, hogyha oda is eljutnának ezek a támogatások. Az elmúlt héten legalább 10 tonna élelmiszert juttattunk át a Kárpátalja Magyarság számára. Tehát nagyon aktívan dolgozunk, de a Kárpátalja és az ukrán menekülteknek, a háború károsultjainak a támogatása mellett odafigyelünk arra, hogy a helyi szegényeket is támogassuk. A tiszatavi keresztény polgári körnek az egyik fő támogatási gondolata, hogy az életet támogassuk. Az életre ma Magyarországon a kisgyermekes családok vigyáznak. És hogy igazából most a válogatás és a segélyeknek a jellegéből az következik, hogy ezeket mind-mind ilyen családok fogják megkapni, ahol az életet, az életnek a fejlődését, erősítését támogatjuk. Fogalmazott a lelkész, aki megígérte, lesz folytatás. Elmondta, minden jó képregénynek a végén az van, hogy folyt köv, úgyhogy bízom benne, hamarosan újra találkozunk.